Megy már, amíg a rongyos elhallgat, mert mogyog magában. Bocsánat. Ugyan, mert válaszoljuk. Szeretettel köszöntök mindenkit. Több félét el szeretnék mondani. Hétvégén Kirei Kunter testvér városába kivittük Kalocsai alkotóknak rengeteg alkotását. Olyan öröm hír, hogy gyönyörű szép hely lesz kiállítva, akinek van és ilyen világhálója nekem nincs, akkor meg tudja nézni a Kronhalle vagy esetesek. Kronhalle? Tehát a városházáról, Rathaus-tól, ott már egy sétálhoz ezt a látványendőnél látnak, és itt tovább elmagyarázni. Ha jött vissza, mert ott van egy ilyen kerek táblán múzeum, annak az első emeletén lesz egy nagyobb, mint a kalocsai kiállítóterem. Tehát mindenkinek az alkotása kiderül, amit kivittünk. Ennek a megnyitója lesz április 2-án, délután 3 órakor. Olyan jó hírt tudok még mondani, hogy jön a Regény Gábor Vicai Lajos, jön a tévéfőnök a Mácsai Tamás, jön a Cserenkó Gábor, tehát itt most az egész világon majd tudják, hogy mi hol vagyunk. Ezt most szerényen próbálom mondani. Tehát mindent fölvesznek, a Lajosik ígérték, ki ígérte, hogy ki majd fotol meg. Ezt olyan majd egy elmutatlan, és akkor itt is van, meg tudjuk majd ezt nézni. És egy óra hogy lesz ott a kiállítás. Hát nagy szeretettel fogadtak bennünket, még az én barna bőrömet is elnézték. A sötét. Na jó, következik. Csak nem lehetnék újra. Budapesten lesz 4-8-án 15 órakor a Ligeti teremben. A Cserenkó Gábor már egy újságcikket írt, az előző Kalocsai Néplapban benne volt, és éppen mondta Csabának, elnézést, kimaradt a leány a népsorból, de a képét mindig fogjuk. Mégpedig 17 képző, tehát képzőművész és 6 fotóművészből viszünk egy-egy képet. Itt megbeszéltük lent a klubban, november 1-e a Bolondok napján, ez most így mondom, hát az segít valakinek, vagy nekem igen. De április 1-én 1000 forintot kérünk, mert ez a klubban díj, semmi más, többi minden ingyen van. Aki nem hozza be az 1000 forintot, itt van, hagyjuk a képét, tudunk helyette más képet. Most én keményen mondtam, hogy szerint, de nem tudom megérni. Következő. Holnap... De ez oda vissza. Ez oda vissza. Nem csak oda. Csak ilyen irány, csak oda. Ez oda nem a Bolondok napja. Most ne várj. Csak oda. Haza nem hozzá. A Liget éppen pedig a Bigadó mellett, a Pannonhalmi utcában nyílik, nagyon szép helyen, a Margit hír, meg hát az Országháztól nem messze. Újriportváros, meg Lévének. Holnap pedig Dusnokon, rendes Bélárnyi Katalin, aki nekem annak idején tanárom volt, én vagyok 72 éves, vagy 90. Az ő kiállítása lesz holnap, a Hubertaszi kiállított elmébe, bocsánat, nézd meg időpontot, tehát holnap 16:30-kor Dusnokon. Gyorsan befejezem még. Áprilisi program. Április 7-én irodalmi esti, a Bivet és Tíz János. Április 14-én úgy szintén a 3x3 költemény, pontosítva most már, hogy tudom, tehát tudjuk, hogy itt van itt, mert elég is szükszavogó. Lesz a harmadik találkozás. És 21-én péntek este 6 órakor zene, vers, megzenésített vers. Ma Robinak a végre látottuk beszélni, az, aki ugye gyerek verseket is, meg verse is, annak meg zenél, a kedves is, a kedves Eferföldi. Country Road dobosza. Egy country road. Na és akkor a hónap utolsó 28-án Fény, Szín, Dimenzió, Kovács Robert, most kivétel sem hiányzik, de még van ott bor, és akkor még ilyenkor nem sért. Az ő kiállításnál lesz akkor a hónap végén. Bor felejtsék el. De hát így van. Nem adott rá. És adjuk ki. Mi is nagyon örülünk, hogy ilyen sokan vagyunk. Mindenért mi vagyunk azok, akik ma ezt azt próbálunk megmutatni, bemutatni,
figyelmet irányítani rá, és ez a második alkalom, ezért mindenkinek adtam egy papírt, ha valaki nem kapott, legyen szíves jelezze, ahol lényegében ezt a folyamatot mutatjuk be, hogy ebbe a klassz helyiségbe, ahol a kézzelművészet uralkodik azért, ha lehetne kicsit több irodalmat belopni, és ezzel kísérletezünk mostan. A versek azért nem olyan, mint a képek, hogy az akárhol találkozom vele, akkor az a jó találkozni. A vers az kényesebb jószág, és nem mindig hagyja magát, hogy barátságban keveredjünk vele. És hát egyik próbaként csinálnánk ezt a három alkalomból álló folyamatot, amikor újabb meg újabb kísérletet teszünk arra, hogy szép verseket, jó verseket hozunk az irántuk érdeklődőknek. Na most, nem könnyű vállalkozás. Móri Zsigmondnak volt egy ilyen jelmondat, hogy gyalogolni jó. Az az igazság, hogy sokan gondolom, ha hallották volna, de hát akkor még az emberek zöme nem olvasott irodalmat, még Móricot se, pedig hát a parasztokra is itt elég sokat, és hát az ország zöme akkor paraszt volt, és vidéki, és falusi, és kisvárosi, de ő nem is azért, mert a paraszt embernek nem hiányzott, hogy még gyalogoljon is. Miután már nap a kapár vezette rekézés közben lovat, meg egyéb, akkor estére már elég volt. De ő neki azért volt jó a gyaloglás, hogy megismerje a világot, az embereket, sorsokat, az ország különböző része. Na most jó verssel találkozni jó, választottuk ezt a jeligét, ez se olyan egyszerű. Ugyanis, hát egyrészt sokan nem olvasnak verseket. Talán egyre kevesebben, néha mintha hullámot látna az ember, hogy most megint kicsit megélénkült az érdeklődés. 60-as, 70-es években nem biztos, hogy a legnagyobb költőket mondom, esetleg egyeseknek még nem is kezdjükre való, de hát az, hogy egy Váci Mihály, Varai Gábor, uram, bocsánat, Szovjetunióban, Jevtusenko, Voznyeszenszki, Rozsdestvenszki 20-30 ezer tömegek előtt szavalták a verseiket. És hát nem csak politikai jelleggel, olyan is volt. Gyönyörű versei van, mondjuk a Jevtusenkónak az édesanyjáról, nem folytatom tovább. És olyan volt az érdeklődés. Ma jobban eltolódik az elektronikus kommunikáció felé, még a művészeti kommunikálás is, a képek felé, és a szónak, ja, és a zene felé. A zene felé. Mindent megzenésítenek, vagy nem megzenés, hanem a zenével együtt születik, és így tovább. Tehát nem olyan könnyű vállalkozás az, hogy jó verset találkozunk. Mert nem találkozunk egyáltalán. Ha találkozunk, akkor következő nehézség az, hogy mi az, hogy jó vers. És azért vagyunk hárman, Gróf József, Balogh Csaba Zoltán és én, hogy eleve biztosítjuk, hogy sokféle vers jöjjön. Ne egyik, vagy másik, vagy harmadik ember ízlése, neki tetsző versek uralkodjanak, hanem többszínű legyen a kínálat. Hát, ha ebből nem, abból az ember talál magának. Ugyanis az is nehézség, hogy igazából a versen nem föltétlenül így kell, hogy megtaláljuk és meghódítsuk, hanem négy szem közt. Vers és én. Olvasgatni, emészgetni, magamnak is fennhangon is akár olvasni, és az, hogy most én nekem ő fölolvassa, hú, hát én ezt nem így mondtam volna. Vagy egyéb bajok is járatnak fel. Tehát nehéz a vállalkozás nagyon, de hál' Istennek nagyon jó segítőink vannak, akik azt a körülményt, hogy ha nem négy szem közt találkozik valaki a verse, hanem elmondják neki. Akkor az egy lehetőség arra, hogy jobban megértse, ha ő már korábban ismerte, és tesz valamit hozzá. Hát ha egy Latinovics Zoltán szavalja, akit sokan utálnak, sokan imádnak, akkor ő egész biztos, hogy a maga karizmatikus személyiségét hozzáteszi. Hasonló a segítőink is. Én egy nevet odaírtam, mert ő az én segítőm, de nyilván a többiek ugyanígy szuper módon hozzáteszik a pluszt a vers tartalmához. A hármunk munkája úgy alakul, hogy mind a három alkalommal, mind a hárman hozunk három verset. Ez háromszor három, szor három, és akkor egy nap is három, ezt most megszorjuk háromakhoz, 9, vagy 27,
a 3x3x3, ugye ez már 27, és hát megláttuk. Gyomorrontás lesz belőle, vagy az, hogy visszatérhetünk máskor is hasonló dolgokhoz. Mivel én beszéltem már többiekkel közé, kénytelen voltam múltkor is engedni, hogy X verset ne én mondjak el, hanem a Brók Jóska ragaszkodott hozzám. De tegnap előtt, mikor Patanyon jártam, akkor is a szülőfalu, akkor is eszembe jutott abban a versből egy gyönyörű sor, hogy valamikor a paradicsom állt itt. Ugyanis én nekem gyerekkorom, hát nyilván mindenkinek az a paradicsomi kor. És most szemét, tiltott gyümölcsös kertek, stb. De mégis ugye a fél áll, a fájdalom, hallani óriási fáj, a régi paradicsomnak, ami már nincsen. Szóval a versek elkísérnek bennünket, elkísérhetnek, és az nagyon jó, megfogalmazzák helyettünk. Na most a menetrend úgy alakult, kezdtem mondani, hogy mivel én beszéltem rá az urakat, hogy társulnak ehhez, kénytelen volt a Mendezi Jóska azt a verset elmondja helyettem. Egy másikat átengedtem Csabának, amit jövő alkalommal mondtam volna. A sorrendet meg végképp ők alakították, múltkor azt mondták, hogy Csaba szeretne kezdeni, Jóska szeretné végezni, nem olyan nehéz akkor, hogy magamat besoroltam közé. Most se én döntöttem, ezért nekem kell kezdeni, úgy döntöttek az urak. Úgyhogy én kezdem a magam sorozatából a másodikkal, mert én egy tematikai sorrendet állítottam föl. Múltkor az elmúlás, a halál költészetét, jobb hangzik az elmúlás, ne kamarodjanak el mindjárt, mert az is gyönyörű. Most a szerelemnek egy-két versét próbáltam idehozni, és legközelebb majd, hogy legyen egy ilyen fokozatos megkönnyebbülés, egyre följebb szállunk, mert megkönnyebbülünk, akkor pedig a humoros költészetből szeretnék hozni valamiket. A mai szerelmes versek mindegyikéhez ki nem kapott papír ilyen ismertető dolgokat? Majd szerint akkor adok. És akkor nektek mostanban lehet figyelni. Akkor rövidebbre tudom fogni, ha mindenkinél van ez a papír, mert mindegyik versről pár sor, pár gondolatot hozzátettem volna, de majd el lehet utólag olvasni. Kezdenénk majd egy Radnóti verssel, és már is kaptam vissza, Radnóti, jaj de jó. Na most a Radnóti az a költő, akit Magyarországon nagyon kevesen akadnak, akik nem ismernek és nem szeretnek. Varázslatos, csodálatos, emberséges, idillikus, amit ő megír, még a háború alatt is az utolsó két verse, ha jól néztem meg, az, amiről nincs idilli mozza. A többiben legalább úgy, hogy elkezdi az idillel, a szépséggel, és akkor átmegy a negatív idillbe, hogy eltört a szilvafal, hanyat fekít a házfal, stb. De az a házfal, ami az otthonom volt eddig. Az a szilvafal, amelyről évek óta szedtem a szilvát, mert a pálinkát is főztem belőle, és annak vége. De ott is ott volt az idill. Na most Radnóti ez a költő, akiről a szenvedés, meg a tábor, meg a túlkorai halál jut eszünkbe, ugyanakkor az idill legalább annyira vagy jobban. Amit most fogunk hallani András Judit szíves tolmácsolásába, abban csak idill van. Mondhatnánk azt is, hogy ez egy nagyon szép, nagyon Radnóti és idillikus, de túl egyszerű vers. Ma már más verseket írnak, bonyolultabbakat. Nem csak a versek bonyolultabbak, hanem életérzés. Ma már azt mondani, hogy az élet szép és pozitív életszemlélet, meg egyéb, az itt ott kicsit ordinak tekintik sokan. Radnóti is. Hallgassuk meg, és szíve és lelke rajta, aki netán mégis azt mondja, hát ez már ordi. Ne ordi. Hallgassuk meg. Radnóti Miklós hasonlata. Olyan vagy, mint egy suttogó faák faránhajó. S rejtelmes ízű vagy, olyan vagy, mint a már. S akár a folyton gyűrűdő idő, oly izgató vagy. S olyan megnyugtató, mint sír felett a kül. Olyan vagy,
mint egy vélemlő barát, s nem ismerem ma sem egészen még nehéz hajadnak illatát. És kék vagy olykor, s félek ellehagy, csavargó, nyúlzott műsor. És néha félek tőled én, ha villámszínű vagy. S mint napsütötte égi háború, sötétenem. Ha megharapszol, épp olyan vagy, mint az új. Néha új, hosszan zengő és sötét. S ilyenkor én mosolyból fényes húpokat rajzolgatok meg. Köszönjük szépen! Úgy telemással voltunk, tapsoljunk, ne tapsoljunk, talán akkor se ilyen egyszerű. Hát a József Attila verse, amit választottam, kifejezetten bonyolult egy olyan valaki, akinek nagyon sokat adok a véleményre, azt mondta, hát ez egy zagyvaság, ez össze-visszaság. Na most valóban, de mégse. Ugyanis József Attila költészetének szoktuk mondani, hogy van néhány nagyon jellemző attitűdje, nagyon jellemző motivuma, alapállása, közérzetbeli megjelenése, amelyeknek egy része nagyon nyomasztó. Árvaság, elég hamar küszködött az, hogy lehet, hogy én öngyilkos leszek már, mint hogy ő. És a társadalom helyzetével, állapotával abszolút nyilván nem volt kibékülve. Nagyon sok az ilyen része a költészetének. Nagyon szeretett a dolgokon elgondolkodni, megérteni lehetőleg az egész világot. Hogy az ember miért ilyen, amilyen, a társadalom miért olyan, amilyen, a kozmosz vajon, ha én azt bejárhatnám, stb. Stb. Mindez benne volt abban, hogy én nézem a világot és szeretném megérteni. Na most nem folytatom tovább, még van sok-sok ilyen alapállása, ezekből mind ide írt valamennyit ebbe a vers. Te pedig ez egy szerelmes vers. Csak ezek a nagyon kemény, fájdalmas motivok itt is megszépülnek. Azzal kezdi, hogy jó volna meghalni. Nyilván, ha csak ennyit véget ér a mondat, akkor hirtelen megosztódna a közönségünk sok felé, hogy mi is gondolok, de úgy folytatja. Mert aki meghal, az fölmegy az égbe, kint a felhők szélére, és akkor nézelődik. De kassz ez a világ. Az űr, a csillagok, és itt tovább. Minden ilyen fájdalmas motivumból itt valami szépet hoz ki, a nehéz, szegény, korán munkára fogott gyerekkorból is, az jelenik meg, amikor ül a hajón, ahol ő hajósinas volt, és agyon dolgoztatták, és akkor éppen szabadsága van, úgy értem, szabad rövid ideje, lógatja a lábát és csodálja a Dunát. Semmi szenvedés, meg panaszkodás. És végül, ahogy kezdődik, úgy is végződik ez a vers, hogy egy szerelem vallással. Na most, aki úgy érzi, hogy ez egy zagyvaság, talán az, hogy hogy jönnek ide az egyéb dolgok. Én azt gondolom, és ezt javaslom elfogadni, de ne fogadják be, nem meggyőző, hogy úgy, hogy aki szerelmes, annak az egész világ szép, minden szép, és az ő szerelmes érzése, meg a világ szépsége egymást erősíti, és így tovább. Hát mégis elég hosszan elmondtam, hogy ide írtam, de úgy látszik, nem vagyok elég fegyelmezett. Ezt a verset egy könyvtárosbeli félimedi kollégánk mondta volna el, hogy legalábbis ő is, de amit látják, nem ért ide. Úgyhogy most én felolvasom, és attól megfosztjuk magunkat, hogy érdekes lenne, a ketten is felolvasnák, ahogy mi hárman háromféle gondolatkört hozunk, úgy a több felolvasó többféle hozzáállást tolmácsolna a felolvasást. Hát most éljék be az egyet. A címe az, hogy Flórának. A Flóra, meg az Óda, meg az egyéb szerelmes verse nagyon ismertek. Ez kevésbé divatos. Talán itt azért, mert zagyvaság. Ne hagyják magukat elrontani, nem zagyvaság. Csodálatos versenyt. Most azon muszáj elmerennem, hogyha nem szeretnél engem, kioldhatnám drága szemem, leunhatnám fáradt szemem. Mert jó meghalni.
Tehát örülnék, ha nem szeretnél így. Kiülnék a fehér ahú zöldegek, fecsegő csillagok, fellegek mellé a nyugalom partjára, a nem üres ül egy martjára, szemlélni a virágokat. Mint bokron a virágokat. Hajósinas koromban, nyáron, az ördő vontató tatáron, egy szép napon munkátlanul, mint aki örömet tanul, bánultam a Dunát. Megállt. Libegtetett leveles ágat, úgy kanyarított sok fodort, deszkát harabdált és sodort, olyan sok szép pillogó dombot a sárga át, hogy el se hinnél. És én se hinnél el talán, ha nem tenéke mondaná. Piros almát is ringatozta, zöld paprikát bicegve húzta. Most ez, majd az lett volna jó. És állt, és bólintott a hajón. Ilyen lenne az ügyi szemben. Milyen szép. Bólintva mindenre, meglátnám, milyen kéken ég az ég, mely hozzá illenék. Mert a mindenség ráadás csak. Az élet, mint az áradás csap a halál partszegélyein túl, űrök szívek mélyein túl, túl a hallgatak határon, akár a Duna akkor nyáron. Mert szeretsz, s nyugton alhatom, neked én be is vallhatom, az elmúlástól tetten értem, hogy önmagamba én se testem. A lelkem azért közvedom, és azért szeretem. Így nagyon. Hát ez volt az angyalságnak. Befejezésül egy harmadik szerző és harmadik attitűdű verse következik. Ladányi Mihály, hát egy nagyon érdekes költője volt a közelmúltnak, kb. Egy 8-10 éve halt meg. Egy nagy bohém, csavargó, link, komoly, tehetséges. Volt ez mind elmondható rá. Állítólag úgy járt, mint talán Csontvári is, hogy egy szőlős présházába, amit valamelyik hívétől kapott présházat és kis szőlőt hozzá, hát úgy berúgott, hogy ott felejtődött, és ha megrágták a patkányok a lábát, mire rátaláltak. Még tovább veszítem a húst, és mondok rosszakat róla, mert nagyon jót akarok róla mondani. Egy verse így szól. Ma nem mostam lábat. Tegnap sem mostam lábat. Mi ablegények nem járunk annyit lányok után, hogy mindig lábat kellene mosni. Ez egy szerelmes vers talán. Na most ez a Ladány, aki ilyen fickó. Azért ő is szembe találkozik ám a szerelemnek is, meg az elmúlásnak is a nagyon-nagyon a velőkig ható élményével, és ezt írta erről a ügyről, a szerelemről és a halálról. Két dal egy témára, az első részt nem hoztam ide, mert az elég érintettől, amit hoztam. Igaz, és Palinak felajánlom, kezdheti ő, mert itt viszont van egy másik szereplőnk is, aki ezt előveszeti. Dal egy témára. Mona Lisa, távolodom. Távolodom és megöregszem. Sötét völgybe tántorodom, fekete képkeretbe fekszem. Felhő mosolyú, mennyi bánat éri az ember, mennyi gond, mire hazalopja magának a széltépet olajnyomatodat. Nincs és hasonlóan fogom talán felolvasni. Annyit mondanék, hogy nagyon sokat találkoztak az, a Mona Lisa-nak a mosolyában, mi a különleges, mert valami különleges nyilvánvalóan van. Egyáltalán mit mosol? Mi baj van ennek a műnek? Szerelmes. Mona Lisa. Távolodom. Távolodom és megöregszem. Sötét völgybe tántorodom, fekete képkeretbe fekszem. Felhő mosolyú, mennyi bánat éri az ember, mennyi gond,
mire hazalopja magának szintében olajnálatot. Tegyük hozzá, ugye, hogy az eredeti festmény az festmény. Készül van millió poszter. De nem óvatosan visszük haza, akkor már úgy könyveinkben is repel. Hol van ez az eredetihez? Érinteti kaput? Jó, az nagyon könnyű egyébként, amikor meghallgatjuk, hogy elég lesz. Tulajdonképpen mindhárman József Attila díjasok, mindhárman kultúrdíjasok voltak, és akkor kezdem Baranyival, ő róla azt kellene tudni, hogy tulajdonképpen úgy jellemezték, hogy úgy tartják számon, hogy a mai magyar irodalomban egyfajta reneszánsz ember. Ő tulajdonképpen egy magyar szakos végzettséggel rendelkezett, és aztán később külföldön is tanult a Poetry Egyetemen. És a vers, amit hoztam, az valójában ahhoz az időszakhoz kötődik. Utána a újságíró volt, meg aztán a TV zenei műsoraiban is közleműködött, sőt, én annyira utána kutattam, hogy a Szolrántó Jánlék című slágernek a magyar szövegét ő írta, tehát ő eléggé jó szóviszer. És hát fiatal korában így jelentett önmagát, hogy kesergek, ahogy Bájlan tette, és mint Heine szavakkal örök, lázadó harcos verseimben József Attila dübörök. Most pedig arra szeretném megkérni a segítőmet, Drankó Edinát, hogy a költőnek a Szent Mihály útján című versét mondaná el, ami egyértelműen Adina utal vissza. Baranyi Ferenc, Szent Mihály útján. Párizsban a Gortobágy kórusát Percig felette a magyar utat. Szent Mihály útján torzódott a nyár, és be volt a szajnata. De ott horol az ég, a gomb utána szökött egy pillanat, ha messzelem, s a költő őszi kedvel ment tovább, a bulvárszám is jelen. Szívében akkor éve tört a nyárnak, a gárdal ötre fázósan vonul, s föl földobott fő, őt kopár hazája, földjére vissza. Párizs nyakában könnyed volt a szívem, akár a szajnaparti éneke. Nem jött az ő, nem háborgatta semmi a paleveleket. Csupán valami ősi nyugtalanság emléknek borzoltom volt átlogán, hogy még a legszebb nyárban se felejtem. Merről üzent az ő egy év után, hogy még a messzi nyárban se felejtem. Hol? Palettámon van Utasi József. Ő neki tegnap volt éppen a születésnapja. 1941-ben született, de sajnos 2010-ben már meghalt. És igazából népművelő volt, magyar szakos, aztán volt tisztviselő, gyári munkás, nevelőtanár, kollégiumban dolgozott, és az említett kilenceknek az egyik tagja volt. Ezt azért merem procizni, mert a Kis Benedek az nekünk a köteteinkben benne szokott lenni, és ő az, akinek a társa volt ebben az összeállításban. Ez egy 1960-ban alakult formáció lett volna ez a kilencek költői társaság, akik közül én nekem a legnagyobb név egyébként Utasi és Kis Benedeken kívül a Medei Katalin neve, de az lehet, hogy a többi, ezt nem nagyon hallottam. Igazság szerint az ő törekvésük az volt, hogy szerettek volna együtt megjelentetni valószínűleg azonos témájú szókimondó kötetet annak idején, amit aztán végül is a kultúrpolitika annak ellenére, hogy Juhász Ferenc, Nagy László, Kormos István támogatta, nem igazán örült neki.
és ugye mondtam, hogy 1960-ban alakult a Föld, és majd 9 év múlva tudták megjelenteni az Elérhetetlen Föld című kötetüket, ez volt először, és ennek a kötetnek, vagy ennek a könyvnek a második kötete az 1982-ben jelenhetett meg újra, tehát elég komoly ellenállás volt. Utasinak a munkáiról, hogy mielőtt még a versről beszélnék, annyit még hadd mondjak, hogy ő is egy nagyon találó nyilatkozott magáról. Azt mondja, a városnak szélén, hol véget érnek a házak, van a kolostor. A világnak végén, ahol véget érnek a szavak, ragyog az ige. Ez volt egy ilyen jelmondat tőle. És a vers, amit választottam, az pedig a Zsúg Március című verse, amelyet én azért hoztam ide, mert egyértelműen világosan nagyon sok ponton Petőfi Sándornak a 19. század költői című versére lehet aszociálni, illetve azt idézi tulajdonképpen, átteszi a 20. századba, a mondani való ott van. Tehát igazából a vers önmagáért beszél, nagyon nem kell róla mondani semmit, és akkor Ibolya fogja a tüzet elvarni. Ma is idő szerint, bocsánat. Igen. Utasi József, Zug Március. Én szemfedő lapod lerántom. Kelj föl és járj, Petőfi Sándor. Zug Március, záporos fényver, suhog a zászlós tűz a vérben. Hüvelyét veszi, brong a kardlap, kelj föl, mint forradalmad. Tedd össze csontjaid, barátom. Lopnak a bőség kosarából, s a jognak asztalánál lopnak, néped nevében. S te halott vagy. Holnap a szellem napvilágát roppantják szét a hétszergyává. Talpra, Petőfi! Sírodat rázom. Szólj még egyszer a szabadságról. Úgy megfogalmazódni, ahogy ők írták. Hát Váci Mihályról én azt hiszem, hogy ez a költalán a legtöbbet tudhat. Annyit azért érdemes fölvetni, vagy elgondolkozni azon, hogy ha belegondolunk, ugye mostanában a mellőzöttek közé tartozik. Annak idején, amikor én még egészen fiatal voltam, akkor se Balagás, se Szalahavató nem nagyon volt, de még pár beszéd se, Váci Mihály verseny nélkül. Ugye a még nem elég, vagy ehhez hasonló versenyből elég sokat idéztek, és elég sokszor felhasználták. Én úgy gondolom, hogy ő volt az, akit a politika felhasznált, és ez megártott neki. És hát ezen el lehet gondolkozni, hogy akkor hogy is van ez, tehát hogy vannak udvari költők, vagy nincsenek udvari költők. Igazából ez egy külön gondolatsort is eredményezhetne. Igazából az a véleményem, hogy azért az ő költészete összegészében túlment azon a brosszúra minőségen, amit annak idején megköveteltek. Voltak azért olyan versek, amelyeket hát iskolában mind betanítottunk annak idején gyerekeknek. És ugye a lejtvényben ugye a megfejtés az Édes Katám című vers volt. Ezt én azért hozom ide, és azért szeretnék belőle egy részletet elolvasni, méghozzá a szerkics részletét, mert igazából az első része az valóban az, amiről eddig beszéltem, hogy hát meglehetősen a kor és a korszellemnek megfelel az, amit ő leír. Viszont a második része az egy olyan vegyített érzés, amit lehet, hogy nem fogok tudni rendesen most én hiszem közvetíteni, de azért szeretnék mindenképpen, mert gyönyörű képek és gyönyörű költői képek vannak benne, amelyel érzékelteti azt, hogy tulajdonképpen milyennek kellene lenni a viszonyunknak a hazához. És hát ugye a vers, ez pedig ugye az Édes Hazám, József Attilának a Hazám című mesterszonettjére utal vissza, tehát így kapcsolódnak a költők, akiket én a rejtőben költöttem. Thank you.
édespadlám. Édespadlám, te kitelelt vetés, térde felöntő jövendő, tárba szökkent élet, te ízű magban édes, májusi melegeső terelme, példás palánta, ágat lehúzó virágzás, tomboló termés, szövegköt fészkeltem gyökeredhez közel, elleptem ágaidat, virágfogadás előtt fészkeztődtem ágaid köködére. Szeretlek hódítók erejével, hódolók hűséges alázatával. Szeretlek, mint hempergő csikók háta a fázsitot, ölelkezők bőre a csókot, édes tejet a bárány, friss házasokat ágyat, vének a szélenyhében a fűt. Szerelmem tartománya, hűségem televénye, ege magasságaimnak örvényem mélye, ifjúságom halhatatlan ideje, folytonos születésem, hitem ösvényes tája, férfikorom kőtáblája, szegények küszöbe, bolyongó vadnak tornác, világ kilincse, biztonság kulcsa, otthoni Magyarország, rokoni jószág, kerített udvar, tisztességünk telke, körülült tűzhely, testvérek portája, eleségasztal, a bölcsőnek úthely, nem várt örökség, ránk szállott jövendő. Szeretlek múltam felmagasztalója, napjaim rangja, méltósága jövőnek. Tarts meg homlokod magasában, legyek tekinteted mindent belátó fénye, lássam Patavert utadat a kettéktől idáig, kirántott kardjaid letarolt dobogóid, eltipott forradalmaid üszkös fekélyeid, édes, sebekkel ékes, kinnal koszorúzott, hasztalad hullás mezeje, halálhomloka ország. Lássam betemetett kutyát forrongó erőknek, verj szerelemmel, halni, hallgatva hullni ne hagy. Szememen pillat telé, patkóval vert ménes szívemen, örömöd legyen végrendeletem. Méltók közt egynek fogadj el, méltasd szolgálatra szerelmem, s légy méltó új fiaidhoz, akik megtanultak élni is értel. Köszönöm szépen. Ennyi korsan is értettem már. Nem azért, mert sokkal hoztam el az élvezettel hallgattam a filmesterületet. Hangos abban. Figyelj, így lesz. Én egyébként is rövidebbre kaptam a mondandóját. Úgykor három költő mondta egyéb verset, mutattam be őket a kapus tőlem. Juhász Ferencet, Vörös Sándort és Kinszky Ágost. Juhász Ferencből már elég lesz. Mások itt azért, hogy én már múltkor elmondtam, bár nekem mindegy, nem is olyan volt aki, hogy hát ő hogy elsősorban hosszú lélekkel kezdett. Épeszokat ahogyan ő lélekezte. Tehát ő még jó 200-300 oldal, mondjuk egy munkatékot, ahogy szakokat adott. Na most ugye, tőle nagy verses került akkor, ugye egy rövid verset, ami ugye két oldalon volt, a Szörnyiszter Szomorúság című, mert ami viszonylag egyszerű, tehát közérthető, krumpirát, krumpirát, fenyésztettük szomorúságot, anyám kertjében gyilkosság, most nem akarom elmondani, de a mai napra viszont őt kiadta. Maradt ugye Vörös és Kinszky, és hozzáteszem legetetésként, hogy egy francia költőt, a François Villon. Nem Villon. Nem Villon. Nem Villon. Nem. Villon. Villon. Ja, te francia költőt. Villon. Nem arra céloztam. Jó, Villon nem az a költőt. Szabad őszem, azt hiszem, hogy kiadítasz, hogy eszeretől egyszer. De ez nem a német faú betű, de a villondat.
szinte megszólt köztem. Zavarva hozott az eldobót, meg a közvéleket. Na, a maradt üres rándor. Róla még annyit, ezt a múltkor kihagytam, vagy illetve nem került el sor, hogy megemlítsem. Arról beszéltem akkor, hogy mennyire sok oldalú. És szerintem a legnagyobb jelni a magyar hivatal, a magyar körülményeket. A sok oldalúságon miatt, ahogy beszéltem. Tehát ugye gyönyörű gyerekverseket írt, és amit most mondandó vagyok, hogy ami egy rokon meglepő, a színű, ilyen címmel jelent meg, tehát egy ennél háromszor vastagabb kötet. Ez egy által elképzelt költőnő, Rónyai Erzsébet, úgy nevet is talált neki, aki a 18. században élt, egy ilyen arisztokrata és cigány család volt, tehát ilyen alészes, érdekes gyerekkora volt, és utána hát eléggé szabados életet élt, erről is sok meglepős, az erotikus rész szól ebben a kötetben. Most a múltkor, ha jól emlékszem, igen, a Nehéz óra című prózaversét mondtam el, és akkor mondtam, hogy amit el szeretnék olvasni most, ez nem vers, ez a kötetnek köszöntés címmel megjelenik előszava, ha úgy veszünk. És még erről magára a kötetről, mint volt könyvtáros, hadd mondjam azt a könyvészeti ritkaságot, ez 64-ben jelent meg. 63-ban, ugyanis ő akkor szilenciumban volt, ahogy mondták akkoriban, tehát nem adták ki a könyvet, többet összes. És akkor Párizsban kiadta az ottani magyar díjat című magyar nyelvű folyóirat, azt a könyvet. Hát erre föl, ugye itthon, hogy megoldják ezt a dilemmát, hogy a Párizsban kellett, hogy megjelenjen Vörös Sándornak egy új kötetet, csak ők is kiadták ugyanezt. Tehát 10 kút, ilyen címmel, nekem vászonkötésben, az meg csak papír kötésben. No, akkor ezt hadd mondjam el. Köszöntés. Tehát mondom, mivel ez nem vers, de fölére egy verseny. Vagy több verseny. A 40 évnél hamarát elérkező harmadik évezrednek küldöm könyvemet, nem sejtve, meddig őrzi meg és kedvére való le, de bizakodva, hogy rátszától mentsen bőmmelünk konfliciára, és remélve, hogy nem pessimizmus és nihilizmus lát az írásokban, inkább kacag a spiritus csempészeten, amit a szellemi szesztilalomnak már véget ért időszakában tűztem. Ugyanazzal belülről néz vissza életkemembe, mint én elmire az ő kedves fiatal szemébe. A versek nihilizmusa, ugyan nem egyéb, mint a stílusnak, eszmének, életnek, többé-kevésbé idegen rétegeid hatolás. Az ismeretlen mindig őszerű és ijesztő, mégis valóság, fel kell szállni. Ami pedig a pesszimizmust illeti. Európa 3000 esztendős tündöklő csodájának és kegyetlen kapcsi uralmának beteg ágya mellett, ázsiai vérű száz könyv, minek verejtékezik, de száz egyetlen. Célom nem a gyönyörű köttetés, nem is a szokatlantó írtózó bosszantása. Értenek-e, azzal sem tudom. Más akar. Elben áramot sugározni, mert hogy megrászkódik az ösztön, értelem, ész, képtelen, szerelem, az egész lény. Ne csak az ember olvassa verset, a vers is az ember. Átvilágítani és felváltni rajta, átrendezhet magad a zárt, véges, egzisztenciális életből, nyitott,
szociális, politikus végtelenül. A kommunisztikus ember fiúk, aki ráeszné a birtoklás rang először kényelmetlenségére, külső érvényesülés helyett testi-lelki önmagát emeljük egyre készítésekből. A mai ember általában abban az ilyet aggodalomban él. Mi út nekem, miről maradok le? Ezért egész életet töltető hajszában tenni. Zsupa lényéből ezt sugárték, mit tudok adni? Az ilyennek gondtalan, nyugodt, józan munkája folyton gyümölcsözik, jut belőle másnak is, magának is bőven. Csekénység, amit adni tud, de az a csekénység folyton meg sokszorozódva tér józta és másokra. Amíg az emberek egymás nélkül és egymás ellen kívánnak élni, számtalan lemondásra és öncsókításra kényszerülnek, de miért egymásban sokszorozzák örömünket, nincs több okuk azt érzésre, mint a boldog szeretőknek. Lehet, hogy neked hihetetlen és riasztó, de mind többükben megtörténik ez a kopernikusi fordulat. A jelenkor méhében ez az embrió szülnök, csak abortusz születőkényünk. Sokat táncoltatják az anyát. Nem állítok sikert és dicsőséget a jelenkor. Még kevésbé. A költők úgy gondolnak az utókorra, mint csalhatatlan isteni ítélőszékre, pedig taknyos csecsemő örül, ha kiszerélem a vizes pelenkáját, nekem ne hasonlasson magunk. Birkolszék velem, mint kisgyerek az apjával, és a birkozás, és a birkozásban erősödik. Milyen számára elfogadható leszek, szabályokat és gátokat parad belőlem. Még síromban is azokkal tartok, akik nem tisztelik rám fogott, vagy valóban igolyáimat, bátran túllépnek a bearanyozott híjén olyan kezdemények és tetők felé, amiket én nem is álmodhatom. Pista. Kis Pista beszél, ugye? Nos, tehát akkor az öreg számítani. Nem vártam többet. Utolérem lassan a képből előző barátom üzenő. No, Pinszki János. Pinszki János, te úgy jön a német Sándor barátom utalt, hogy elolosztam tőle a múlt alkalommal az apokrifet. Hát csak nekem is épp olyan kedves lettem, mint neked. Hát nem véletlenül is tudjuk meg. Hát még hál' Istenekben a Csaba nem jelentkezett be a szakmai nagy városnak. Akkor szükségült a Maradjnácsonyban. Csaba. Pinszkitől, ahogy egy rövidebbet és egy nagyon korai versét mondom, de amit majd meglátjátok, hogy hogy ugyanazt a világképet mutatja, ami már mint életköltő stílusa. Halak a hálóban. Csillaghálóban ányódunk partra volt halas, szán a semmiségbe tátott száraz írtala. Suttogón hiába nyílt az elveszett ölem, szúró kövek kavicsok közt fúdokolva kell egymás ellen élnünk halni. Szívünk megremeg. Vergődésünk testvérünket sebbi folytja meg, egymás túl kiáltó szónkra viszont sem követ. Öldökölnünk és csatáltunk nincs miért, de kell. Bűnhődünk, de bűnhődésünk mégsem büntetés. Nem válthat ki pokrainkból semmi szenvedés. Roppant hálóban hányódunk, éjfélkor talán épek leszünk és hatalmas halász asztalán. No, akkor jöjjön François Villon. Ugye, ez a elnézést, itt
Tulajdonképpen két verset mondok, de az egyik csak a személy szóval emlékszem. Tehát amit mondandó vagyok, az a Dionról, hát bizonyára tudjátok, hogy hát egy bohém, bűnöző ember volt, aki hát ugye szolgálás, azt, hogy a Sorbonne Egyetemre járt, egy magiszterre lesz. De emellett, majdnem gyilkosságba is keveredett, amiért végül is halálra ítélték. Na most azért mondom, hogy ezt a négy sorossal elmondom, mert ez annyira humoros, és mert a tragikumó neve. Kívül az, hogy a felakasztását váró Guillaume négy sorra. Francia vagyok, csak ez kellett. Páris szűr, pontolás mellett. Rőztötél súgja vagy fejemnek, hogy mi a súgja fejemnek. És akkor egy hát viszonylag komolyabb versét, azt mondjam, szomjan hallok a forrás vize mellett, tűzben égek és mégis vaszogok. Parazsas kályhánál vadász biberget, patán földjén is számozott vagyok. Csupasz féreg, díszes talértakok, de találtakok, kifeszen várok, sírva nevetek. Az biztos, ami tegnap tönkretett, végzáigok bennem a hosszúság. Úr vagyok, s nem véd se jó, se fegyverek, befogad és kitaszít a világ. Nem biztos, csak a képes a személyre, s ami világos, mint a nap, titok. Hiszek a véletlennek, hirtelennek, hogy gyalog az igaz körül, csókolom. Mindig nyerek és vesztes maradok. Szeptember is fölbukás fenyeget. Van pénzem, se egy vasat se keresek, és reggel köszönök jó éjszakát. Várom senkitől a közösségem. Befogad és kitaszítad már. Semmit se bánok, s ami sose kellett, hímnan mégis csak olyat hajszolok. Csalánnal a szeretett szava vermek, ha igaz szólt, azt hiszem ugratok. Barátom, aki elhiteti, hogy hagyjuk csapata a hajúsereg, igazság és hazugság egyre megy, és elhiszem, hogy segít, aki át, mindent megőrzök, mindent szeretek. Befogad és kitaszít a világ. Ajánlás. Herceg, kegyes jóságod ássa meg, mint eszem, s a tudásom rengeteg. Rázomba vallok törvényt és szabályt, s most mi jön, várom a fára véremet. Tehát befogad és kitaszít a világ. Köszönöm. Köszönjük nekik, hogy... Egy aktualitást még hozzátennék az egészet, bocsánat, ez megint másfél-két percet, de nem hagyok ki, ugyanis van egy Csimai Mihály nevű, hát mostantól kezdve azt mondom talán, hogy barátunk, az antológia mindhárom kötetében tudott verseket, ő egy szegedi szerkesztő, költő, ha nem sorolom, lényeg az, hogy nagyon-nagyon jó versei vannak, közelmúltban csodálkozásomnak küldött egy levelet, és benne az egyik legújabb verső. Na most, mivel nekem az előző témám az volt, hogy elmúlás, a mostani a szerelem, úgy hozta a véletlen, illetve a véletlen, hogy ez mind a két témát érinti. És megígértem neki, hogy felolvasom még. Nagyon örült neki látatlanba.
Konok bérgyilkos a címe. Nem ilyen lesz egészen. Konok bérgyilkos vagy te. Elmúlás. 20 éve érzem célkeresztedet a hátamon, de már nem veszkedek. Ha ide célzol, amúgy a találsz. Konok bérgyilkos vagy, de nagy kocavadász. Célba vettél, és leültet helyettem, kit életemnél is jobban szerettem. Döntj el végre, mi lesz a halál nem. Én már nyugodtan rámondom az álmot. Mindegy az is, késő vagy hamaros, csak el ne baltázz. Kinelőd alól a mutolsó társamat, a Pegazust.